Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelenlévők, itt az elhangzottak jegyében azok a gondolatok jutottak eszembe, amikor még én magam és a gyermekeim is Dinnyeföldön nőttek fel, Földgünhóban születtünk és éltük a gyermekkori életünket, és édesapám mindig arra tanított bennünket a dinnyetermelés kapcsán, hogy kétféle dinnyét lehet termelni, lehet érettet és lehet jó dinnyét termelni. A jó dinnye mindannyiunk számára sokkal fontosabb, hiszen a fogyasztók tartják a dinnye termelő társadalmat életben, ahhoz pedig elégedett fogyasztókra van szükség. Kedves jelenlévők, az elégedett fogyasztóknak az igényét, hogy ki tudjuk szolgálni, talán Európában egyetlen egy olyan ország sincs, mint Magyarország. Magyarország területi, éghajlati adottsága a jó dinnye termeléshez feltétlenül szükséges. Feltétlenül szükséges és adott azok a kiváló fajták, amit itt az asztalon láthatunk a koraitól az egész késői fajtákig. Elengedhetetlenül szükséges a jó szaktudással és nagy tapasztalattal bíró termelők, akiknek a száma Magyarországon meghatározó. És leginkább meghatározók ezen a piacon a kereskedelem, hiszen szoktuk mondani, hogy a magyar mezőgazdaság az olyan, mint a háromlábú fejőszék, kell hozzá a termelő, kell hozzá az elégedett fogyasztó, és kell a tisztességes kereskedő. Ha bármelyik pillér, bármelyik láb rövidebb, akkor ez a szék felborul. Számunkra dinnyetermelők és fogyasztók számára a legfontosabb, hogy az áruházláncok, a kereskedelemben résztvevők mennyiségi akcióalapon termeltetnek és vásárolnak dinnyét, vagy pedig minőségi alapon. Én szeretném megköszönni azoknak az áruházláncoknak és azok a kereskedelmi egységeknek, akik az elmúlt években már nem mennyiség és nem az akció kedvéért termeltettek és értékesítettek dinnyét, hanem sokkal inkább a minőség kedvéért. Vannak olyan országok és vannak olyan áruházláncok, ahol a minőséget már azzal garantálják, hogy különböző lézeres technikákkal a dinnye hészerkezetébe belesütik a dinnyének a cukorfokát. És higgyék el, ez sokkal meghatározóbb, hogy milyen beltartalmú dinnyét vásárol egy-egy vevő. Hiszen ha már valaki kiad 800 forintot egy dinnyét, akkor kiad 1000 forintot is, de az az elvárása, hogy az egy olyan kiváló minőség legyen, ami miatt abba a kereskedelmi egységbe holnap, holnap után is vissza fog térni. Én szeretném ezúton is a dinnyetermelő társadalom nevében megköszönni a mai rendezvényt, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy államtitkár úr is elmondta, a jövőben minél több sikeres magyar termelő legyen, minél több finom magyar dinnye legyen a piacon, ennek alapja a kereskedelem és az elégedett fogyasztó. Reméljük, hogy a mai nap mindannyiunk célját fogja szolgálni. Köszönöm szépen a lehetőséget!